Steinbach József Dunántóli püspököt egyhangulag választották meg a reformátusok éves tavaszi zsinatán, a zsinat lelkészi elnökének, írja a református.hu. Mint ismeretes, azért kellett új vezetőt választani a református egyház élére, mert a korábbi elnök Balogh Zoltán lemondott a K. Endre kegyelmi ügye miatt kirobbant botrány után. Steinbach József megválasztása után egy zsinati határozatot is kiadott, amiben Balogh Zoltán védelmére keltek. Mint írják, a korábbi miniszter szerteágazó szolgálatában közéleti szerepvállalása során hibázott, amelyet a társadalom egy része, a média elfogult munkatársai és az egyház igazságot kereső tagjai közül egyesek súlyos kritika alá vettek. Emellett azt is kérték Balogh Zoltántól, tartsa meg püspöki pozícióját. Azt írták, idézem, maradjon meg református egyházunk munkájának végzésében, és Istentől kapott tehetségét, tudását, tapasztalatát, továbbra is fordítsa egyházunk javára. Zalatnai István, református lelkészt, teológust, egyetemi oktatót köszönöm a stúdióban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt Örülök, hogy eljött hozzánk. Itt ebben az állásfoglalásban, amely a zsinat után született, ebben szerepel egy mondat, amit említettünk itt a híradós bejátszásban is, de most elismétlem. Szertágazó szolgálatában közéleti szerepvállalása során hibázott Balogh Zoltán, melyet a társadalom egy része, a média elfogult munkatársai és az egyházunk igazságot kereső tagjai e, is kritika alá vettek. Tehát a, amikor a média mond valamit, ott elfogultság van, egy rossz indulatú elfogultság, amelynek megállapítása egybeesnek a teljes közösség, a református közösség igazságot kereső tagjainak a, az álláspontjával. Ezt önmagában furán értelmeztem, és nem, a, nem azért, mert éppenséggel a médiában dolgozom. Igen, ez így van. Sőt, azt lehet mondani, hogy a társadalom és a politikai élet minden részéről evel kapcsolatban hasonló álláspont fogalmazódott meg. Hát meg lehet nézni, hogy akár Gulyás Gergely mit mondott ezzel az ügyel kapcsolatban. Tehát itt nem lehet azt mondani, hogy valamilyen elfogultságról lenne szó. Ebben az ügyben gyakorlatilag egyértelmű az, hogy mit gondol erről ha a magyar társadalomnak szinte teljes egészen. Minden esetre arra utal ez a mondat, hogy az egyházon belüli változások igénye az nem függetleníthető attól, hogy a közvélemény ezzel élénkkel foglalkozott, ebben nyilvánvalóan a médiának van kiemelt szerepe, tehát a közvélemény a hibás. Igen, azt hiszem, hogy jól érzékelhető volt most a zsinaton is, meg már két hónap óta, hogy az egyház részéről van egy olyan magatartás, ami valahol teljesen érthető, és ebből a szempontból egységes az egyháza. Támadott hogy vár. Azt szeretnénk, nem, azt, hogy, nem. hogy béke és nyugalom legyen. Az egyháznak az élete alapvetően gyülekezetekben folyik, és azt nagyon rombolja hogyha feszültségek vannak, hogyha háborúskodás van. A kérdés az, hogy hogy lehet elérni azt, hogy az egyház élet számára normális körülmények legyenek. És egyesek azt gondolják, hogy úgy, hogyha nem foglalkozunk ezzel az ügyjel, hogyha megvárjuk, ameddig lecsendesednek az ezzel kapcsolatos viharok, és akkor minden rendbe fog jönni. Azt hiszem, hogy ez, ez tévedés. Ilyen módon nem lehet túljutni ezen a válságban. Időszakon. Most uh, itt uh, arról is van szó, hogy uh, az egyház elleni támadásnak érzik azt, hogyha Balogh Zoltán pispőknek a személyét kívülről kritika éri, az egyházon kívülről kritika éri, ezt azért furcsa megértenem nekem egyrészt katolikusként, nem azért, mert hogy ne érthetném, hogy mit történik egy keresztény, keresztény gyülekezeten vagy közösségen belül, hanem azért, mert én éppenséggel nem ott vagyok, ahol most ezek a turbulens események történnek, szóval uh, a az egyházat, a református egyházat először Balogh Zoltán húzta maga elé. Kívülről így tűnt, mint hogy az ő közérti szerepvállalását érintő kritikák, azok tulajdonképpen az egyház elleni kritikák volnának holott. Én nem emlékszem arra egyébként, hogy ilyet bárki bármikor mondott volna. Tehát miért érzi szereplőnek magát az egyház ebben a történetben? Hát úgy gondolom, hogy ez teljesen nyilvánvaló. Aval kezdődött ez a viharos időszak, amire utalt. Nem az egyházat kezdték el támadni, hanem Balogh Zoltán került egy olyan helyzetbe, ami nyilvánvalóan felháborodást váltott ki a legkülönbözőbb emberek. Részéről. És utána sajnos egy olyan lépés történt, amivel ez át lett rakva az egyház egészének a nyakába. Azt gondolom, hogy eh, amit a eh, legnagyobb probléma az az, hogy eh, nagyon sokan lelkészek és gyülekezeti tagok részéről is valami olyasmi hozzáállás van, mint mintha az ember azt mondaná, hogy eh, hát itt van a mi lakásunk, ami családunknak az otthona, becsukjuk az ajtót, eh, és akkor ne akarjon eh, be benézni eh, ide, ne akarjon, akarjon kellemetlenkedni a szomszéd. És ez teljesen érthető, ne foglalkozzon velünk senki más, ne jöjjön ide a sajtó, ne akarjanak beleszólni a dolgainkba. A probléma az az, hogy ugyanakkor az egyház olyan szoros kapcsolatba került az állammal, sok minden szempontból, de anyagi támogatások szempontjából ez különösképpen lényeges, hogy ez egy morálisan tarthatatlan hozzáállása. Hát két-három nappal ezelőtt derült ki, hogy másfél milliárdos érték értékű palotát kapott. Hát nem is az egyház igazából nem valamilyen közszolgálati célra, hanem azért, hogy a melléki püspöknek, Balogh Zoltánnak egy új püspöki rezidenciája legyen kiépítve. Na most, ez a helyzet... attól az emmitől, vagy hát az, épület volt, amely minisztériumot korábban éppen Balogh e, Így van, és a parlamenttől egy 300 méteres távolságban. Na most úgy ez már nem működik, hogyha azt mondom, hogy áthozom a szomszéd lakásból a bútoroknak az értékes sem részét, és utána mondom azt, hogy, hogy senki ne akarjon foglalkozni velünk. Tehát ez a két dolog együtt nem lehetséges. Hogy egyrészt egy szoros kapcsolatban vagyunk az állammal, hogy elfogadunk, igénylünk olyan tulajdont, ami a közösségé lenne, ami az egész állami. Igényt tartunk olyasmire, amiben önnek, mint katolikusnak, vagy egy nem vallásosnak az adója is benne van, és utána mondjuk azt, hogy ne foglalkozzon velünk senki. Tehát ez az a feszültség, amit valamilyen módon fel kellene oldani, és ami miatt nem állja meg a helyét az az érvelés, hogy senki ne jöjjön ide, ne foglalkozzanak velünk. Jöttem be az egyik kollégájával, találkoztam, és mondja, hogy hát ez elég furcsa volt, hogy órákon keresztül ott voltak a zsinatnál, és senki azt nem tette meg, hogy beengedjék őket, vagy hogy kapjanak egy csésze tejáte. Tehát ebben benne van valahogy egy ilyen nagyon nagy bezárkózás, ami egyrészt érthető történeti okokból is, de ebben a helyzetben ez, ez sehova nem fog vezetni. A, az egyháznak a társadalmi szerepvállalásához alkalmasint nyugodtan kapcsolódhat az is, hogy választott tisztségviselőkkel kapcsolatot tartanak egyházi vezetők. Most mégis azzal, hogy az egyház tulajdonképpen kéri Balogh Zoltánt arra, hogy maradjon abban a pozícióban, amit most ellát a Dunamelléki püspöki pozíciójában, kinek és mit üzen. Hát nézze, akkor, amikor Balogh Zoltán püspökké választották, akkor a korábbi zsinati elnök, Bölcskei Gusztáv beszélt arról, hogy olyanra még nem volt példa, hogy egy miniszterből legyen püspök. Ez egyrészt jelezte azt az agodalmat, hogy egy olyan jellegű kapcsolat alakul ki az állam, kormányzat és az egyház között, ami nem szolgálja hosszabb távon az egyháznak az érdekét. De másrészt az is benne volt ebben, hogy Olyasmi történik, mint amikor beszabadul a macska a tyúkeketrecbe. Egy profi politikus egy olyan közegbe, ahol még a püspöktársai is nem járatosak a politikába. És tulajdonképpen, hát mondjam így, hogy úgy lehet őket orruknál fogva vezetni, ahogy akarja az, aki viszont ebben nagyon tapasztalt. És ennek a jelei tökéletesen érzékelhetők, érzékelhető ebben a. Mostani döntésben olyan valaki került proforma a vezetői pozícióba, aki nyilvánvalóan nem tudja és nem is igazán akarja valójában azt a posztot betölteni, hanem továbbra is marad egy erős ember, és ő fogja meghatározni az egyháznak az irányvonalát. Nagyon röviden, most az egyházról nem mint szervezetről, hanem a hívek közösségéről kérdezni, vagy arra vonatkozik a kérdésem. Balogh Zoltán maradása a püspöki pozícióban, az megnyugtatja a felkorbácsolt kedélyeket, vagy további zaklatottságot okoz? Nyilvánvalóan nem. Föli az, hogy a zsinat meg, kiállt mellette, tehát így értem. Nyilvánvalóan nem nyugtatja meg, és hazmondjam azt, az elmúlt Hónapokban nagyon sok olyan emberrel beszéltem, akik végletesen elkeseredettek, vérmérséklettől függően ki, szomorovanki, ki, szomorúan ki, a szó szoros értelmében, sírva azt mondja, hogy többet be nem teszem a lábamat református templomba. Na most olyan emberek, akiknek az életében meghatározó jelentősége van a hitüknek, az egyházhoz tartozásuknak. Hát én azt szeretném kérni tőlük, hogy legyenek türelemmel, és várják ki azt, ameddig eljut az egyháznak a belső gondolkozása arra, hogy felfogja, hogy ez a helyzet így nem maradhat, és ezt tisztáznia fog kelleni az egyháznak, akkor is, hogyha ez sok fájdalommal, nehézséggel fog. Tulajdonképpen egy mondatos válaszra számítok. Politikai értek, hogy Balogh Zoltán püspök maradjon, vagy ez az ő személyes ambíciója? Ez nyilvánvalóan neki nagyon nagy személyes ambíció, és azt gondolom, hogy a választásokig ezen nem is lesz változás. Utána sokkal inkább elképzelhető. Zalatnai István református lelkész teológusnak. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.